Aznap este a hét első napján a tanítványok együtt voltak. De bezárták az ajtókat, mivel féltek a vallási vezetőktől. Jézus hirtelen megjelent közöttük és köszönt. Békesség. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a két kezét és az oldalát. A tanítványok nagyon megörültek, hogy látják az Urat. Ezután Jézus újra azt mondta nekik, békesség. Ahogyan engem elküldött az Atya, most én is úgy küldelek el titeket. Rájuk lehelt, és ezt mondta, fogadjátok be a Szent Szellemet. Ha megbocsátjátok valakinek a bűneit, akkor azokra a bűnökre bocsánatot nyer. Ha pedig nem bocsátjátok meg, akkor azokra nem kap bocsánatot. Tamás, akit Ikernek is hívtak, a 12 tanítvány közé tartozott, de nem volt ott, amikor Jézus megjelent közöttük. A többiek elmondták neki, hogy látták az Urat, de Tamás így válaszolt. Csak akkor hiszem, ha a saját szememmel látom és megérintem Jézus kezén a szögek helyét, és ha a kezem az oldalára teszem. Nyolc nappal később a tanítványok újra összegyűltek, és akkor már Tamás is velük volt. Ekkor Jézus ismét megjelent közöttük, pedig az ajtók zárva voltak. Békesség, köszönt nekik. Azután Tamáshoz fordult. Tedd ide az ujjadat, és nézd meg a kezemet. Nyújtsd ki a kezedet, és tedd az oldalamra. Ne kételkedj többé, hanem higgy. Tamás ezt mondta. Uram, Istenem! Jézus ezt kérdezte tőle. Azért hiszel, mert látsz engem. Boldogok és áldottak, akik bár nem látnak engem, mégis hisznek bennem. Jézus nagyon sok csodát tett a tanítványai szeme láttára. Ezek közül azonban sok nincs leírva ebben a könyvben. Amelyek viszont le vannak írva, azokat éppen azért jegyezték fel a számotokra, hogy higgyétek, hogy Jézus a Messiás, az Isten fia, s hogy a benne való hit által életetek legyen a nevében.